Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt, ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többi a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában. Ezután Zsoltárt énekelve kimentek az olajfák hegyére. Az első találkozásom a Mr. atyával még gimnazista voltam, Győrben, Bencésekhez jártam, és a Horváth Lórát Ödön nyugalmatott, bemondta egy apát úr, akkor még ott volt főiskolai tanár a hittudományi főiskolán, a szemináriumban, és ő végezte a hivatás gondozást. Akkor minket, gimnazistákat behivatott minden évben kétszer-háromszor a szemináriumban egy kis beszélgetésre, és akkor újították föl a szemináriumnak a belső butorzatát. És elhatározta, hogy megmutatja, méghozzá a Mr. atya szobájában mutatja meg az új butorzatot. Hát aztán bekopogott, kinyitotta az ajtót, hatalmas füst, a füstből előgyűjt egy ilyen marha, magas, vékony, macskónadrágos, hosszúajú gyerek, ő volt a Mr. atya. Viszonyi Zoltánt 1974-ben ismertem meg. Esztergomba, az ottani Ferences gimnáziumba, hivatalos teményteves Svájbelvált Ferences gimnáziumba nyertél fölvételt, és úgy jött ki a lépés, hogy éppen összetalálkoztunk. Ő, mint diák, én pedig, mint osztályfőnök, aztán, mint kollégiumi nevelőtanára, 4 évig voltunk így egy osztályban, és ismerkedhettünk meg egymással. Nagyon jó barátai voltak, és ebben igen igényes volt. Tehát úgy mondhatnánk, hogy az iskolában nem csak az osztályban voltak barátai, hanem más osztályokból is, de mindig a legértékesebb gyerekekhez csapódott, és szerintem nagyon sokat tanult tőlük. Ezt igényelte is, ezt a segítséget, és ezt a barátságot többiekkel. Tehát például van egy igen kiváló osztálytársa, Kovács Olivérnek hívták. Leültek egymás mellé elsőbe, negyedikig egymás mellett voltak, és nagyon sokban azonosak voltak, és nagyon sokat tanultak egymástól, illetve hatással voltak, kölcsönösen egymásra. Hosszanti csíkos sportgatyába futott, és egyik alkalommal megrándította a lábát, de nagyon alaposan, vagy foci közben, vagy futás közben, nem tudom már. És akkor a Börzsönyi Péter, aki szintén osztálytársunk volt, elnevezte Sánta Rókának. Mert Sántán is, de futott. És aztán készült erről egy rajz is, de sajnos ezt évekkel ezelőtt, vagy 2-3 évvel ezelőtt a kezembe került, szintén a Börzsönyi Péter rajzolta. És hát nyilván ez egy kis gúnyrajz volt, vagy vicces rajz, ahogy a Zolinak a sasorra rendesen ki van emelve, és látszik a csíkos gatyája, és Sánta Róka fut, azt hiszem ez volt a címe a rajznak. Elhatároztuk, hogy na most aztán megleckésztetjük a hapsit. Úgyhogy elkaptuk ketten a Balási Gyurkával, és az első emeletről fejjel kilógattuk. A lábát fogta ő az egyiket, én a másikat. Okay. Zoli, dobd el a cigarettát!
fejjel lefele lógott, így, és nem. Nem. És mondtam, dobd el, mert elengedünk. Nem. Hát kénytelenek voltunk visszahúzni, mert már majdnem elejtettük. És utána azért, utána többet nem bagózott a szobában. Ezt azért javára el kell mondanom. Mondom, hogy makacs. Makacs, kitartó és szeretnivaló ember. Ő járta ugye a maga útját, azt hiszem egy évvel később került be az egyetemre, a Soproni Egyetemre. Ez a barátja, akivel egy padba ültek, természetesen az is erdőmérnök lesz. Úgy gondolom, hogy ennek a hatására ő is erdőmérnöknek jelentkezett. Képességei meg voltak hozzá, tehát matematikával, fizikával azt tanult kell hozni. Ha nem is az volt a szíve közepe, hogy most matematikával, fizikával vagy természettudományokkal foglalkozzék, de ami kellett oda, azt tudta hozni. Egyikünket se vették fel elsőre, ugye akkor az volt a metódus, hogy az egyházi iskolából, egyházi gimnáziumból érkezőket, azokat minimum egy évig elutasították helyhiányra hivatkozva, és akkor én rögtön táviratoztam a Zolinak, és ő is visszaírt, hogy őt is felvették, és akkor Szegeden találkozunk, és így is lett. Annyit talán elmondhatok, hogy ő már vőlegény volt, amikor ugye a lelkében nyilalt az Istennek a szava markása, hogy neked pedig mégis papnak kell lenned. És utána aztán azt gondolom, hogy egyenes vonalú, egyenletes mozgással haladt a lelkipásztori munkában egészen a haláláig, amely hát önmagában is megrendítő volt. Hát amikor ő hazajött karácsonyi szünetre, akkor nem tudom, hogy karácsony előtt, tehát ünnep előtt, vagy ünnep után jött be hozzám, és mondta a következőket, és ez nagyon fontos. Mondta, hogy atya, nem tudok megnyugodni. Nekem papi hivatásom van. És mondja, mennyasszonyom volt, én most hazafelé jövedet, mert útba ejtettem, Székesfehérváron volt az a szívű hölgy, akinek udvarolt. Azt mondja, és megmondtam neki, hogy ne haragudj, megszüntetjük ezt a kapcsolatot, én pap leszek, papi hivatásom van, és egyre inkább erős, és nem hagy békémet, hogy nekem nincs mit keresnem az egyetemen. Valamikor a 80-as évnek talán a tavaszán vagy a nyarán jelentette be, hogy akkor ő itt hagyja az egyetemet, és nem fog tovább tanulni, mint erdőmérnök, vagy nem fog tovább harcolni ezért a dologért, mert nekem szó szerint azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy őt Isten nem erre hívja, hogy ezt a szakmát válassza. Hiába, hogy Zala tele van erdőkkel, és gyönyörű, nem. Én meg se próbáltam lebeszélni, hiszen én is egyházi gimnáziumból jöttem. Ő is elindult ezen a pályán. És úgy fél év után, fél év környékén, itt most az egyetemi fél évre gondolok, akkor Zoltán eljött oda látogatóba hozzánk. És hát igen, komoly fiú volt korábban is, de akkor ilyen súlyosabb szavakat és bizalmasabb közléseket is megengedett magának, amit azelőtt nem. Tehát akkor mondta, hogy hát ott adja az egyetemet. Én kicsit megütöttem, mert azért fél év táján akkor szokták ott hagyni az egyetemet, amikor az első kudarcok jönnek, és akkor azt mondják, hogy ő tulajdonképpen nem erre a pályára hivatalosan, nem ez az ő igazi hivatásuk. Ilyenekkel szoktak a diákok, akikkel boldogon mosakodni,
És mindjárt ez a gyanú ébredt bennem, hogy hát nem ez az oka. Azt mondja, hogy nem. Engem is ment akkor már a püspöknél is volt, Konkoly püspök úrra kell gondolni. Hogy elment hozzá, és föltárta, hogy mi a helyzet vele. Ez pedig ő így summázta, az ő szavait idézem tulajdonképpen. Azt mondja, hogy reggel, amikor a kollégiuma felébredtem, körül néztem, megkérdezem, mit keresek én. Ez megdöbbentő volt. És ez a fordulat, hogy látszik, hogy megélelődött benne. Én belenyugodtam. Sajnáltam, mint osztálytársat, sajnáltam, mint szobatársat, sajnáltam, mint barátot, mert tudtam, hogy ha ő oda elmegy, akkor a mi barátságunk végül is megszakad, legalábbis szünetelni fog, hiszen neki lesz ezentúl egy egész eklézsiája, akivel neki barátkozni kell, akiket neki mint egy atyának kell tekinteni. Én sajnáltam, és megpróbáltam talán egy fél mondatba lebeszélni, de ezt nem gondoltam komolyan. Amit ő elhatározott, hát arról őt nem lehetett lebeszélni, kérem. Arról őt nem lehetett lebeszélni. Hogy tanár fejjel valószínűleg beszéltem volna, és azt mondtam, hogy várja meg a év végét legalább, és akkor, vagy pedig fejezze be azt az egyetemét, és akkor utána gondoljon rá, hogy hát, ha csak egy földobbanás. De úgy látszik a püspök atyának igaza volt, hogy itt nem földobbanás volt, hanem ez valami hosszasabb vívódás eredménye, amely egy pillanatban így mutatkozott meg, hogy mit keresek én itt. És attól kezdve egyenes volt ugye a pálya, szóval rendületlen. Amikor engem pappá szenteltek, akkor kellett választani egy jelmondatot. Hát a képre ráírtunk, a szentelésű kis képre, és akkor én éreztem azt, hogy ez a hivatás, ez emberleg lehetetlen normálisan végigcsinálni ebben a világban, ahol nem igen számítottuk a világra, csak egy pár testvére, akikkel közösséget tudok alkotni, és akkor azt írtam rá, hogy hűséges az Isten a Kolosszai levélből, aki meghívott benneteket. Tehát Istennek a hűsége felénk, ez egy megtartó erő, amely arra késztet bennünket is, hogy én is hűséggel legyek irányába. Tehát eleve egy szimpatikus személyiség volt. Tehát ő nagyon könnyen meg tudta hódítani az embert. Mindig azt hittem észre, hogy ha ketten vagyunk, akkor mindig ő volt az, akihez szóltak, vagy aki hát meg tudta teremteni a kapcsolatot. Még akkor is, hogyha mondjuk volt olyan, hogy nem egyszer, hogy később én jobban lettem abban az illetővel, vagy abban a családdal, mint ő. Zoltán atya pappá szentelését követően első kápláni helyét a Ferences plébánián töltötte 1985-től 1988-ig. Kálvári után a szombathelyi Ferences templom lett a második centrum, ahol ifjúsági lelki pásztorkodás intenzíven folyt, és ez azt hiszem, hogy Zoltán atyának volt az érdeme. Egyrészt zseniálisan tudott a fiatalokra hatni, és ezt a képességét nagyon jól és üdvösen kamatoztatta. Tehát őrá úgy ragadtak a fiatalok, és magával tudta őket vinni, fiúkat, lányokat, mindenkit. És a másik pedig az, hogy egyáltalán nem láttam benne soha a jelét a féltékenységnek. Aztán a másik alkalom, akkor pedig már kispap volt, ami pedig a Ferences templomban volt káplán, és a Gál Sándor atya, aki most holandi plébános, az ő ifjúsági csoportjába járt akkor, és azt hiszem már, hogy akkor már ő is kispap volt, és ő vitt föl. Bekopogtunk füst, ugyanaz a melegítőgatya, ugyanaz az alak, a Tolcsói Magyar Misét hallgattam,
Arra nem emlékszem, hogy miről beszélgettünk, csak azt tudom, hogy egy szamizdat kiadványt adott a Rügyező élet című könyvet, amely a kommunizmusnak a bukását jósolta meg. 1988-ban a dispozíció Zalaegerszegre Mária Magdolna plébániára szólította, és ott folytatta papi pályafutása. 7 év zalaegerszegi kápláni szolgálat után Zoltán atyát Gencsapátiba helyezte a megyés püspök úr első plébánusi helyére. És én örültem neki nagyon, hogy Gencsapátiba került plébánosnak. Azért örültem neki nagyon, mert a gencsapátiak nagyon jó hívek, de egy olyan közösségbe került, ahol sok papi élménye lesz. 2004-ben ismerkedtem meg Zoltán atyával, amikor Kőszegen voltam még papnövendékként, lelkipásztori gyakorlaton, és Németh Norbert atya vitt el egy közös vacsorára, ahol a Kis László atya és a Zoltán atya voltak ott. Az volt a jó ebben a találkozásban, hogy egyszerre volt kötetlen, és ugyanakkor imádságos is ez a találkozás. Imádsággal zártuk. És már akkor látszott, hogy milyen mély lelki életet élő pappal találkoztam. 2006-ban meghívott ő, mint gencsapáti plébános, Gencsapátiba, a Szent Jakab búcsúra, ahol újmisés papként mutathattam be szentmisét, és az ezt követő ebéd után volt az első komolyabb beszélgetésünk, de már akkor is látszott az is, hogy milyen nagy szeretettel veszik őt körül itt a Gencsapátiban élő emberek. 95-be került Gencsapátiba, én akkor 7. osztályos hittanos voltam, februárba került ide, azt hiszem, és át is vette értelemszerűen a hitoktatást. Amikor 17-18 évesek voltunk, akkor nyitott Szombathelyen húsvét előtt a nagy Tesco. És nagy kuriózumnak számított akkor, hogy fú, micsoda nagy bevásárlóközpont nyílt a városban, és éppen nagypéntek volt. És a nagypénteki minisztráns próba után, hát én nem tudom, hogy honnan jött neki az ötlet, mert én nem hiszem, hogy mi erre buzdítottuk volna, hogy menjünk be a Tesco-ba, de egy kitalálta, hogy menjünk be a Tesco-ba. És elvitt minket, az öcsém volt ott, még a Gájár Lackó, meg a feleségem, aki hát akkor még nyilván nem volt a feleségem, és nagyon-nagyon jó idő volt, gyönyörű húsvéti tavaszi idő volt, és aztán mi akkor már nagyobbak voltunk, az öcsémre így odafigyelt a nagy bevásárlóközpont meg a tömegbe, és amikor ők végeztek, akkor fogták magukat és hazamentek. És meg ott maradtunk a nagy boltbát, kicsit meglepődtünk, de aztán így az atyának úgymond az agyához értettük az egészet, tehát hogy ilyen, hogy megsértődés, nagyot rögtünk az egészen, és utána visszamentünk, vettünk neki egy képeslapot, hogy üdvözletünket küldjük a bevásárlóközpontból, és aztán végül stoppal mentünk haza. Hogy igazából így hitre ébredtünk így mellette, vagy nehéz ezt így kifejezni, de vele találtuk meg azt a, egyrészt a közösséget, illetve a Jóistenbe való mély elmélyülést. Az első ilyen közös tevékenységünk, ugye ő nagyon-nagyon szeretett sportolni, ő nagyon-nagyon sokat futott, és erre vett rá engemet is, hogy menjek vele, fussak vele, és egy alkalommal, amikor egy ilyen szombat reggeli, itt a Madonna kápolnában voltunk, minden szombat reggel 7:30-kor a füstölős misén részt vettünk, és ezután a füstölős mise után, ez egy fogadalmi szentmise, és azután megkérdezte, hogy délután mit csinálok. És én mondtam, hogy úgy néz ki, hogy Forma 1 lesz a tévébe, és a Forma 1-et fogom majd nézni az időmérő edzést. És ő fogta a fejét felháborodva, és azt kérdezte tőlem, hogy ha Jóistennek egy ilyen szép napos napján te Forma 1-et fogsz nézni? És mondtam, hogy igen, Forma 1-et. És akkor ő invitálta arra, hogy menjünk ki a rekordtámpájára, és fussunk jó pár kört ez alatt a Forma 1-es időmérő edzés alatt. És addig-addig invitált, hogy erre is ugyancsak rávett, és futottunk 1 óra 41 percet, és több mint 40 kört futottunk. Na most Zoli atyával ez alatt végig mondtuk a rózsafüzért, végig, egészen végig.
Ő neki ez meg se kutyant, természetesen. Másnap reggel én nem tudtam fölkelni. Hát olyan izomlázom, olyan fájdalmaim voltak. Meg is kérdezte tőlem, hogy hát hol voltál hétfőn este a misén, hol voltál vasárnap. Azt mondtam, hogy hát én sajnos nem tudtam részt venni, mert annyira fájt a lábam, annyira nem voltam szalonképes, úgymond. Zoltán atya 95-ben került Gencsre, és addig egy szenvedélyes dohányos volt. Valamikor 97 tavaszán, akkor szánta rá magát, addig killódott, vívódott, hogy most neki erről le kéne szokni, de nagyon nehéz lesz. És akkor határozta el egyik napról a másikra, hogy na most leteszem a cigarettát. Tehát a gyóntatójának a tanácsára. Az, hogy bennem maradt meg, aztán még most én is, ha van ilyen, hogyha kimegyek futni, mindig a futás után leültünk, ha én is mentem vele a kapufa tövébe, lekidőlt, ő is szépen elővette a zsolozsmáját, elővettük, én is vittem, és akkor szépen imádkoztunk. Tehát, hogy ez mindig, hogy a futás nem csak futás volt, hanem imádság is. Rendszeresen futott, ha jól tudom, 10 kilométereket esténként, meg mivel zalalövői volt, zalalövőre futott Zalaegerszegről gyakran édesanyját meglátogatni. Ez nagyon szeretett ugye biciklizni, és egyszer kitalálta, hogy biciklizzünk egy nap úgy, hogy elmegyünk Gencsről Sopronba, aztán Csorna és haza. Tehát egy ilyen háromszöget mentünk. 200 kilométer volt egy nap. Én ezt, akkor voltam 15-16 éves, én ezt nem tudtam fejbe felfogni, hogy most ez mivel jár, meg főleg hát a Csornai útról inkább ne beszéljünk, ott a kamionforgalomról. Meg azon sem gondolkodtam, hogy nekem oda, hogy különösebben egy-két szendvicsnél lehet, hogy többet kéne vinni, és hát nem is vittem, és nem is reggeliztem, mert nem is úgy indultam el reggel, csak elmentem misére, és utána meg csak hazafutottam a bicikliért. És aztán mondtam neki, hát még Sopronig elég jól bírtam vele, meg a többiekkel, nem mentünk sokan, mert azért tényleg elég megterhelő volt, addig még egész jól bírtam, de Sopron után már azért mondtam neki, hogy meg kéne most már lassan állni, meg egész addig nem álltunk meg. És aztán mindig mondta, hogy fú, na majd a következő falunál, na majd ha látunk egy dinnyét, persze én észrevettem a dinnyárusokat, de ő valamiért ezeket nem akarta észrevenni, és akkor mindig csak ment tovább, aztán már nagyon-nagyon mérges voltam meg minden, akkor már teljesen kiakadtam rá, és akkor, amikor nem is számítottam rá, akkor meg hirtelen mégiscsak megállt. Így megkérdezte tőlem, hogy nem akarok-e elmenni egy ilyen bicikli túrára, akkor éppen még csak kicsi másodikas voltam. Elmentünk, és ugye nem jött velem senki, csak a testvérem, és ketten a Zoltán atyával tartottuk az ütemet, és ketten mentünk elől. Aztán mindenhol megálltunk, így imádkoztunk is, és mindig, amikor minden nap volt egy mise, és ott ő volt a plébános, és én voltam a minisztráns mindig mellette. Tehát a Zoltán atyával azon az ominózus zarándoklaton 2009-ben találkoztam először. Az egész zarándoklat gyakorlatilag egy ilyen erőpróbának indult. És egy életre szóló élmény, illetve gyakorlatilag a hitéletemnek a megváltoztatását eredményezett atya által, és ez a csodálatos csapat, akivel zarándokoltam ezen a napon, illetve napokon. A zarándoklatnak a lényege az, hogy nem csak, hogy kirándulás meg menés reggeltől estig, hanem valójában az egész napot kitölti az együttlét a másikkal mellettem lévővel, a közös imádság, az éneklés, elmékedés, beszélgetés. Tehát a cél az, hogy belsőleg is, lelkileg is erősödjünk, valamitünk is erősödjünk, és a egymás iránti kapcsolatot fogják. Ott döbbentem rá gyakorlatilag, hogy egy képmutató vagyok, egy úgynevezett hangos keresztény, vagy egy
hogy fogalmazzam, egy provokáló, provokatív katolikus, aki igyekszik horizontális irányban megfelelni, vagy ott érvényesülni. És gyakorlatilag Zoli által kezdtem értékelni ezt a vertikális kapcsolatot, hogy én ő általa vagyok, és ahogyan ő szokott fogalmazni, hogy ez a kapcsolat, ember-Isten kapcsolata annyira egyszerű és annyira szép, hogy nem kell ebbe beleavatkozni, vagy ezt megmásítani. És az egész találkozásunk tetőzött utolsó előtti estén, Nászváltba, ahol hálát mondhattam, és katartikus élményben volt részem, amikor 90 ember kéz a kézbe imádkozik mi atyánkat, egy kört alkotván, középen a Jóistennel. Ez azt mondom, hogy ez volt az a pillanat, amikor kezdtem másképpen vélekedni az egész hitemről, a vallásról. Hogyha egy szóval kellene megfogalmazni, hogy akkor tényleg az Oli ezt sokszor hangoztatta is, hogy ő nem mondja meg a megoldást, hanem ő rávilágít, megadja a paramétereket, megadja az irány, és nekünk kell megtalálni a megoldás. És tényleg ráébresztett arra, illetve rámutatott arra, hogy kezdtem el gondolkozni a vallásba. És azok a dolgok, amelyekről azt hittem, hogy fontosak számomra, eltörpültek, és másképpen, más dolgok lettek fontosak. Kapcsolata Jóistennel. Mindent, amim van, azt tőle kaptam, általa kaptam. Hát van egy küldetésem, ide rakott, ezt csináljam. Ezt a lehetőséget kaptam, hogy ezt tegyem, segítsek, ha tudok. Egy bizonyos alkalommal kaptam egy lehetőséget arra, hogy zarándok útra, Máriaceli zarándok útra menjek el, jót fog tenni a lelkemnek, mondta az én ismerősöm. Elég nehezen, de azt hiszem, hogy nagyon boldogan most már mondhatom, ráálltam erre a zarándokjárásra. És azóta évente elzarándokoltam én is Máriacelbe, az Zoltán atya által vezetett csoportban. Minden évben csodákat éltem meg, nem csak azért, mert ő is ott volt, nem csak azért, mert nem éreztette velem, hogy hűtlen lettem a hivatásomhoz, hanem inkább barátként ölelt át, és azt hiszem, hogy ez a barátságos, erős szorítás és válveregetés, ez úgy magamhoz térített. Én azt gondolom, hogy az embernek a célba érés az egy nagyon fontos dolog. Én Częstochowában láttam azt egy zarándoklaton, hogy egy zarándok, azt nem tudom, hogy honnan jöhet, egy Danszból, vagy messzebbről, vagy lehet, hogy csak közelről, hogy itt a fekete madonnánál, hogy le tudta tenni terhét, és az sírt, és mindig azt mondtam, egyszer én is szeretnék, hogy úgy megérkezni, hogy letenni azt, amit bevitt. És hát azt gondolom, hogy megadatott azért több esetben is, és hogy még van-e ilyen, biztos, hogy lesz, akkor ezt is vállalom. Mi atyánk, hogyha mennyire jön? És nem érünket kísértésben, szabadítsd meg valamit. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség,
És ő nagyon sokat segített abban például, hogy a közösségekbe hogyan tudok minél jobban részt venni, minél jobban beépülni. És ő mindig arra figyelmeztetett, hogy az imádság az milyen fontos, hogy próbálj velük közösen imádkozni, próbáld őket bevonni. Örönyében 2001-ben volt Szentlélek szeminárium, és 40-en elvégezték a faluba, idősebbek, fiatalabbak. És megalakult utána az imacsoport, és azóta is működik ez az imacsoport, és minden hétfőn egy órán szentségimádás van a faluban. Most már 11 éve. És az is nagyon fontos, hogy megemlítsem, hogy a lelki beszélgetésekkor mindig Jézusra, Isten szeretetére, irgalmára és az imádságra irányította a figyelmünket. A folyamatos imádságra. Ha az ember tud hinni, élő a hite, és hogy van egy élő testvéri közösség körülötte, ahol tartozik, akkor van esélye, hogy tiszta maradjon a gondolkodása, és hogy a téveszméktől mentesen tudjon élni. Miért is kérte ő, hogy lelkipásztorként jelöljék a sírját? Hát ő egy lelkipásztor volt, ugyanazzal az emberséggel, ami a tiéd, vagy az enyém, vagy bármelyikünké. Végtelen egyszerűséggel, természetességgel és valami túláradó derűvel. Nem tudom, hogy szemlélte a világot, de hogy azt az embert, vagy azokat, akikkel éppen kapcsolatban volt feltétlenül. Miszőri Zoltánt már régóta ismerem, de elsősorban látásból. Igazán akkor kerültem közel hozzá, amikor a Székesegyház plébánosává nevezték ki. Az első egyházközség ülésen egy megbeleglő kéréssel állt elő, azt mondta, hogy szeretné, ha őt lelkipásztornak hagynánk őt lelkipásztornak lenni, mert neki az a feladata. Persze tudja, hogy a plébánosnak vannak kötelességei, amiket el kell végezni, de ha lehet, őt tehermentesítsük, őt a lélekkel, a lelkipásztorkodással engedjük csak foglalkozni. Ez megdöbbentett bennünket, mert ennél még nem találkoztam magam sem, és talán akkor még nem is értettük igazán, hogy mit jelent ez. Talán csak sejtettük. És az első, amivel ott szembesültem, és ez az élmény is őhozzá köthető, hogy a széttárt kezei, a hatalmas kezei, hihetetlen nagy élmény volt számomra. És úgy érzem, hogy az én papságomban is ez a mozdulat, ez tőle származik, amivel azt a nagy szeretetet, meg azt a mindenkit átölelni akaró lelkületet tudta mutatni. Mértéktartó reform irányzat. Tehát az, ami azt hiszem, hogy megfelel az egyház mai álláspontjának is, hivatalos álláspontnak is. Tehát nem akartunk egyikünk se forradalmi ugyításokat csinálni, tehát nem akartunk mondjuk civilben misézni, meg civilben gyóntatni. Tehát a külső formaságokat megtartottuk. A liturgiába soha nem vittünk bele olyan elemet, amely teljesen ilyen hogy mondjam, kreativitásból származott volna, és nem a egyház előírásainak megfelelően. Természetesen a prédikációban, egyetemes könyörgésekben, és az ilyen úgymond paraliturgikus eseményekben már igen, de a hivatalos liturgiában soha. Tehát a liturgikus előírásokat egyikünk sem sértette meg, ugyanakkor mind a kettőnkben megvolt az az egyszerűségre való törekvés, a külsőségektől való mentesség, ami a mostani Ferenc Szentatyát is jellemzi.
ímen hitünk Szentlélek. Én azért azt hiszem, nekem valahogy az a fajta pap volt, akiből nem a prédikációim maradtak meg nekem, hanem az út felmutatása. Így van. Tényleg nekem például tehát egyértelmű, ha egy gesztus az, hogy mi az, ami bele megmaradt, akkor egyértelműen az akkor, ahogy fölemeléssel néz. Imád Isten márány, ima ki elveszi a világunk. Boldogok, akiket meghív az talapot Jézus, az Isten márány. Számára is a csúcs. Elhittem neki, hogy a kezében a Isten van. De ő bárhol volt, képes volt erre, nem csak a templomban, a nagy székesegyházban, vagy akár a gencsapáti templomban, hanem amikor Mária cél felé mentünk a tűzoltó szertárban, a lerakott padok mellett, vagy akár az erdő szélen is, vagy a kórházi ágyán, egyszerűen abban a pillanatban ott volt az Úristen. Az arándoklat után egy másik fontos momentum volt a hit életemben, ez a Szent Jónás, illetve a Jónásnak a szentsége. Addig évente kétszer, ahogyan ezt le van írva, hogy legalább évente kétszer karácsonyi és húsvéti időszakban gyónjál. És ugye ráébresztett arra, hogy egy olyan kaliberű ember, mint ő, két hetente gyónja meg a bűneit, akkor én, mindegy gyenge, gyarló ember, ezt csak évente kétszer teszem meg. Azóta két, legalább három hetente elmegyek és gyónok. Az egész gyónás gyakorlatilag számomra csak egy kipipálni való feladat volt. És azóta ezt kicsit másképpen értékelem, és fohászkodom a Jóistenhez a bűnök bocsánatáért. 36 évesen először éreztem olyat, először láttam olyat, hogy egy pap szembe fordul velem, és kérdez, és beszél, és mond, és vigasztal. És ezzel elindult nem csak nálam, hanem a családomban is egy minőségi keresztény élet. És az ragadott meg ebben, ezekben a találkozásokban, hogy nem a saját gondolatait, nem a saját értékrendjét akarta rám erőltetni, hanem úgy gondolom, hogy azt szerette volna elérni, hogy elinduljon egyfajta gondolkodás az életről bennem, és olyan döntéseket tudjak hozni, amit én hozok meg, saját felelősséggel, tehát felnőtt módjára tudjak dönteni, és nem pedig az ő akaratát követve cselekedjek úgy, ahogy ő szeretné. Az ő papságának azt gondolom a rendkívülisége az abban áll, hogy nem egyszerűen a megszokott templomi közeghez volt neki pusztán mondani valója, hanem sokkal inkább azokhoz az emberekhez is megtalált az utat, akik bármilyen oknál fogva, akár évek vagy évtizedek óta nem kerültek komoly kapcsolatba az Istennel, kereszténységgel és egyházzal, akik sebeket hordoztak, és ezeket a sebeket
tudta hatékonyan gyógyítani ezekben az emberekben. Rengeteg olyan embert ismertem meg az ő betegsége és betegágya kapcsán mellett, betegágya mellett, akik nem koptatják a templom küszöbét, és nem is mindig a papot látták benne, hanem az embert, ahol megnyugszik a lelke, ahol új szempontokat kap, ahol az életvezetésben új kihívások jönnek, amik az önnevelésben és a személyiségfejlesztésben, hát hogy is mondjam, mindig csak értéket teremtenek és adnak. Ugye volt lehetőségünk elmenni egyet vitorlázni az Atyára, és a hajón szeretne misét tartani. Ő egy kis kabinba félrevonul, és ott, hogyha valaki akar, akkor természetesen részt vehet rajta, ha nem, akkor nyugodtan csináljuk azt, amit szeretnénk. Az első este ketten az egyik barátommal vettünk részt ezen a Szent Misén. A második nap egy szigeten kötöttünk ki, és ott a sziklákon tartott egy Szent Misét a Zoli. És nagyon érdekes volt, hogy mindannyian, tehát hívők, hitetlenek egyaránt részt vettünk rajta, és nagyon jó hangulata volt. Úgyhogy például az egyik szigeten, ahogy kikötöttünk, elmentünk sörözni, és az Oli ott maradt az egyik barátunkkal, aki beszélgetni szeretett volna vele. És miután még visszajöttünk a sörözésből, még azután is beszélgettek, és erre a srácra nagyon nagy hatással volt ez az éjszakai beszélgetés. Az életemnek 40 éves korom felett egy olyan megoldhatatlannak látszó problémákkal teli szakaszába léptem, amivel semmit nem tudtam kezdeni, semmi értelmes megoldás nem volt, és akkor elkezdtem templomról templomra járni, mert kerestem azt, hogy mikor és ki lesz az, aki a szentbeszédbe vagy homiliába a lelkem mélyéig megérintő gondolatokat fog közölni. Ez nem szép dolog, hogy úgymond elvárásokkal jártam templomról templomra, de teljesen szinte napra, dátumra emlékszem arra, amikor a Székesegyházba leültem a misére, és akkor volt először, amikor Zoltán egyet láttam, nem is tudtam, hogy hívják, hát én nekem fogalmam nem volt arra, hogy melyik templomba ki a plébános. És oda szögeződtem a székhez, és azt mondtam, hogy igen, ő az az ember, akivel én meg tudom osztani a legmélyebb, legbelsőbb lelki problémáimat. És a mise végén oda mentem és megszólítottam, és akkor három mondatot váltottunk, és másnap már a teljes estét őnála töltöttem, és hosszasan beszélgettünk. És ez a hosszas beszélgetés nem csak, hogy az én szétzilálódott hitemet nagyon masszívan sínre tette, hanem egy személyes barátság is szövődött közöttünk. Onnantól fogva, hogy többször járt nálunk, közösen vacsoráztunk, beszélgettünk az élet mindenféle területét érintő örömökről, bánatokról. Ő itt átutazóban volt a néhány évtizedben. Sztori volt, amikor elkezdtünk aztán próbálni, először csak hárman, négyen, öten, és akkor Zoli atya mindig jött és érdeklődött, hogy hányan vagyunk, hogy megy a dolog, milyen dalokat éneklünk, és hát mindig mondtuk, hogy hát most ennyien vagyunk, ezt próbáljuk, és egyszer beszélgettünk vele így, hogy hát mondtam, hogy én szeretnék egy ilyen csapatot, és mondta, hogy nem, hát ide mindenkit be kell fogadnunk, aki jelentkezik.
értetlenül álltam ott ezelőtt a dolog előtt, mert hát mondom, hát akkor hogy lesz ebből egy jó csapat? Hogyha itt bárki jelentkezik, hogy ő énekelni akar, akkor őt befogadjuk, hogy lesz ebből egy jó csapat? És igaza lett. Elkezdtük ezt a munkát januárban. Márciusban volt az első mise, amin szolgáltunk húsvét után, és hát egy kis csapat volt, pár, 3-4 énekessel, és akikre én gondoltam és én számítottam, azok már most nincsenek is itt velünk, akik pedig úgy önként jelentkeztek, és nem is ismertem őket. Azok még mindig itt vannak, mert tényleg igaza volt abban, hogy aki szívvel, lélekkel és lelkesedéssel tudja ezt csinálni, azokra lehet a legjobban számítani. Akkor nagy élmény volt a csíksomlyói búcsú. Az, ahogyan a zsoltárokat felolvasta az autóbuszban, az egyedülálló volt. Én annyira zsoltárokat nem ismerem. És akkor döbbentem rá, hogy az ő olvasatában ezek olyan súlyosak, olyan méről jövő versek, amelyeknek nincsen párja sem a magyar, sem a világirodalomban. De odahaza hiába próbáltam ugyanezt az élményt nyújtani magamnak. Igazán csak úgy volt hátborzongató, ahogy a nő olvasta föl. Ugye hittan tanított az iskolába, és általában délután, ebéd után van a hittanóra, vagy hát egy része, másik reggel korán, és bement az osztályba, becsukta maga mögött az ajtót, és a tanáriban halljuk, hogy égtelen zaj, és mozorgás, nevetés, hangoskodás, és ott kérdezik a kollégáim, hogy milyen óra van abban az osztályban, hogy mi van? Hát a hittanóra, hát ki van benne? Hát a Zoltán atya. És mit csinál? Hát nem csinált mást, mint hogy kezet fogott a gyerekekkel, de úgy, hogy na hagyásom, milyen erős vagy, és akkor a gyerek tétre rogyott, mert majdnem összeroppantotta a kezét. Másodszor meg leült velük szkanderozni a tanári asztalnál, és akkor ki? Hogyan? Tehát borzasztóan élvezték a gyerekek, és hát mondjuk ez tartott olyan 5 percig, mindenkit magához hangolt, magára hangolt, és utána azt mondta, hogy most csend, és akkor most Istenről beszélgetünk. És akkor simán minden gyerekkel azt csináltam, amit akart utána. Ott, mikor először volt itt, arra emlékszik, olyan 10 biztos voltunk, először sokan voltunk, mindenki jönni akart, és akkor beszélgetett velünk, gitározott, énekelt. Úgy találkoztunk, hogy az irodám ajtajában egyszer megjelent egy korpulens alak reverendában, és azt mondta, hogy ő lesz a börtönlelkész. Az első kérdése tulajdonképpen az volt, hogy mi lesz itt az én dolgom. Nagyon nehéz kérdés volt ez, hiszen tudjuk, hogy az elmúlt 40-45 esztendőben nem volt börtönlelkészi szolgálat. Én Zoltán atyának a alkalmazkodó képességét, az intelligenciáját ott látom leginkább kidomborodni, hogy nagyon gyorsan megtanulta ennek a bonyolult szervezetnek a működését, megtanulta a nyelvezetét, hiszen mi beszélünk egy nagyon érdekes bigfa nyelvet, amit a kívülálló általában nem ért. A fogvatartottak pedig beszélnek egy olyan szlenget, amit szinte senki nem ért, aki nem él közöttük. Alig telt el néhány hét, és a fogvatartottak részéről a trágár beszéd nagyon gyorsan visszaszorult. Úgy érzem, hogy nyitott volt mindenre, tehát abszolút nem
zárkozott el attól, hogy egy közösségbe egy csoportot meghívjuk a Jehova tanúit, és elbeszélgessünk. Mormonokat. És elbeszélgessünk. Ugyanakkor ez nem semmiféle, még hát nem volt, tényleg nem volt egy teológiailag nagyon képzett és ilyen didaktikus valaki. Egyszer azt éreztem, hogy annak az embernek a magabiztosságával, nyugalmával áll párbeszédbe ezekkel a testvérekkel, aki otthon van. Kuratóriumban dolgoztunk együtt, sajnos csak egy éven át, de ez alatt volt alkalmunk beszélgetni, volt alkalmunk olyan témákat is érinteni, ami egyébként ilyen körökbe nem valószínű, hogy mással sikerült volna ilyen beszélgetéseket folytatni. Teljesen egyenrangúként, teljesen tisztelettel, abszolút módon tisztelettel beszélt velünk, érdeklődött irányunkba, és nagyon meggyőző volt a modora. Sajnos rövid idő jutott az ismeretségünkre, további fenntartására. Röviddel rá, talán a beszélgetésünket követő két hét múlva jelezte is, hogy rabinkat kívánja vendégül látni egy beszélgetés formájába, ami nagyon meglepő volt, ilyen felkérést még nem kaptunk. A háború óta biztos, hogy nem volt ilyen közeledés egymásról a két egyházhoz, úgyhogy megdöbbenéssel fogadtam, de annál jobb érzéssel. Zoltán testvérrel én 2001-ben találkoztam Gencsapátiban, oda költöztem, Szombathelyen kezdtem meg a szolgálatom, egy baptista gyülekezetnek a plántálásában tevékenykedtem és evangélista szolgálatban, és meghallottam, hogy karizmatikus katolikus találkozó lesz a Gencsi Kultúrházban. Elmentem, hogy megnézzem, sokan voltak, alig tudtam befurakodni, de élő tanúságtételek hangzottak el, úgyhogy a lelkemben jól éreztem magam. Kérdeztem ki a lelkipásztorit, hát bemutatták Zoltánt. Én azért is szólítom így, mert kezdettől fogva az első készfogástól, meg amikor a szemébe néztem, megéreztem, hogy ő Krisztusban testvér, és ő is ilyennek lát engem. Egy paptól alapvetően elvárható, hogy elkötelezett legyen a hivatása felé, Isten felé, Isten népének, az embereknek a szolgálatára. De Zoltán atyában ez a fajta leződés, ez a határozottság fokozottan, hatványozottan jelen volt. És úgy gondolom, hogy amikor én kispap voltam, készültem a papi életemre, akkor többek között az ő személyisége is hatott rám. Elsősorban talán abból a szempontból, hogy a papi hivatásunkat azt nagyon komolyan kell venni, mint amennyire komolyan ő is vette. Nem volt nála megalkuvás. Mindent Istenért tenni. Talán ez lehetett a kimondhatatlan jelszava. És a minden alatt azt tényleg mindenért tendő. Mindent odaadni a jó Istennek, mindent érte tenni. Amikor emberekkel foglalkozunk, gyerekekkel, vagy éppen idősekkel, amikor bemutatjuk a szentmisét, amikor elmegyünk egy temetésre, megkereszteljük a gyermekeket, sugárzott belőle, hogy valóban mindent a jó Istenért tesz, elkötelezetten, odaadóan, mindent odaadott az Istennek. Elmondta, hogy egy pap az mindenhol pap. Legyen kórházi ágyban, biciklin ülve, futópályán, mindenhol pap. És valahogy ugye ezt próbálta a lelkünkre kötni, hogy akárhova fogunk kerülni mi a szentedéssel. És mondom, ezt majdnem mint egy végrendeletet mondta el nekünk, hogy
mert nem tudta, hogy találkozunk-e még, vagy nem. És mikor ezt elmondta, hogy akárhova kerülünk, mi ott tudjuk Isten szolgálni. Úgy, ahogy ő, az ő szolgálati területe sem kifejezetten a kórház volt. És mikor bekerült kórházba, akkor is tudott ott Istenről beszélni. Ez alapján vált bizonyossá, hogy az atya elindult azon az úton, amin nincs visszatérés, ezt már akkor lehetett tudni. Aztán később a szövettan is egy néhány nap múlva megerősítette ezt a feltételezésünket, az atya tudta az eredményt. Ezeket természetesen a bizonyos határok között lehet csillapítani, de mégis azt kell mondjam, hogy ezeket a fájdalmakat is egyfajta olyan fenséges nyugalommal viselte, ami hát engem orvost, aki hát sokat látta már, sokféle szenvedést, engem is egészen meglepett. Azzal szembesült ott a kórházi ágyon, hogy valamiről megfeledkezett, hogy ezt még nem adta át. Hogy már mindenről kész lemondani, de valahogy ez eszébe se jutott, hogy tényleg még a fizikumáról is, meg az erejéről is, hogy csak úgy odaadja. Azt mondja, hogy akkor, amikor szembesült azzal, hogy tényleg még ezt is kéri tőle Isten, akkor erre igent kellett mondania. És hogy ez benne is milyen vívórás volt, hogy én sem számít csak könnyű papi sorsra, mert egy ilyen strom embernek is micsoda nehéz helyzeteket kellett átélni, hogy pont arról, ami szívének az egyik legkedvesebb dolga volt, a sport, a mozgás, a természetközelség, azt el kellett engednie. Ami lelkileg engem nagyon felemelt. Mert egyszerűen azt éreztem meg, hogy annyira szereti a Jóistent, hogy semmi, mi annyira odafigyel, hogy mindent belevegyen ebbe az életgyónásba, mondom, háromszor végzett a betegsége az életgyónást, hogy nehogy valami legyen, ami közé és a Jóisten közé áll. És annyira éreztem, hogy most ez nem attól fél, hogy most mit tudom én, büntetés, vagy pokol, vagy mit tudom, hanem az a szeretet, hogy ő mindent tiszteletni akar, mert ő készül arra, hogy a Jóistennel találkozzon. És ez az egész nem csak a halál akkor, mert ugye amilyen az életem, olyan a halálom, hanem ez mindig is jellemezte. Neki ezért nem szabadott elmenni, mert ő nagyon akart hazamenni már, mert a szenvedését is fölajánlotta az emberekért. Mert mindig arra kért, hogy azért imádkozzam én, hogy hazamehessen. Nagyon sokszor mondták azt, hogy nem szabad közel kerülni a betegekhez lelkileg, de én az a fajta ember vagyok, aki mindenkihez kötődöm, ha csak egy jó szót kapok. Tehát ezt nem lehet kizárni. Mert ott beléptem, üdvözöltük egymást, és azt hiszem, hogy ő kezdett el velem kontaktusba lépni, és kérdezte, hogy mióta dolgozom, itt hasonló. És ez amíg meg nem halt szegény, addig tehát ez a kapcsolat, ez létezett köztünk, ez a lelki kapcsolat, egy nagyon mély gyökeredző lelki kapcsolat kedvetből, mert azóta hiszek Istenbe, minden este imádkozom, tehát gyökeresen megadott az életem, amióta az Zoltán atyát megismertem.
Szent Pál apostol a Filippiekhez írt levelében fogalmazza meg, hogy nektek nem csak a hit adatot meg, hogy higgyetek Krisztusban, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Zoltán atyánál ezt láttam. Ő, aki nagyon komoly hívő ember volt, akik ismertük, tudjuk azt, hogy ő nem csak hirdette a hitet, hanem élte is, tanúságot is tett róla, és a szenvedésében, a betegségében különösképpen is ezt megpecsételte. És ő ezt egy nagy kegyelemként élte meg, hogy ezt a szenvedést, amit az Úr rámért, ő azt elfogadta, fölajánlotta, és hittel tudta felajánlani. És ezáltal nagy-nagy tanúságot tett nekünk papoknak is, hiszen akik látogattuk őt rendszeresen, és főképp az utolsó napjaiban, óráiban, egy hitbeli megerősödés volt nekünk is. Bármikor tudtunk vele szót váltani, mindig a hitéről tett tanúságot. És ezzel kapcsolatban még eszembe jutott, hogy a szentéletű orvos, Batthyány László, súlyos betegen feküdt ő is, rákos beteg volt. És a körmendi plébános írja le, hogy amikor utoljára meglátogatta ezt a beteg szenvedő embert, a betegségéről szót sem ejtettek. Az örök életről, az Isten szeretetéről beszélgettek. Zoltán atya is hasonlóképpen tett. Nagyon a fülembe cseng, többször is megfogalmazta, hogy a legfontosabb az Isten szeretete. Erre figyeljetek! Az első reakciója azt hiszem a megdöbbenés volt, mert végig egész addig reménykedett. Ahogy ő mondta, az első fél óra az kőkemény volt, majd ezt követően egy más gondolatok jöttek, és kegyelemként fogta fel ezt a betegséget, amit ő kapott, egy isteni kegyelemnek, hogy a hirtelen és készületlen haláltól így megmenekült, és nem egy vége láthatatlan évekre elnyúló szenvedés következik, hanem egy belátható időszak, amikor föl tud készülni az Úrral való találkozásra, és hát innentől kezdve ez éltette, és ez türelmetlenül várta már szinte. Zoltán atya emléke mélyen megérint. Orvosként találkoztam először vele, a beteg ágyánál láttam őt életemben először, akiből betegség ellenére, amit ő tudott jól, derű sugárzott összességében, mert természetesen időnként láttam rajta a fájdalom jeleit, amit igyekezett legyűrni. Tehát láttam az esendő ember, de összességében mosolygós volt, teljesen kívülállóként tudta kezelni, tudott beszélni a saját betegségéről. Hogy nem lehetett különbséget találni a szavai és a cselekedetei között. Magához mindig nagyon szigorú volt, és derűs tudott lenni a nehéz órákban, percekben, és másokkal szemben pedig elnéző, belátó, befogadó és barátságos, és hát derűs mondom. Számomra az a arcán elomló mosoly, ami egy pillanat alatt kiült az ábrázatára, amikor... Feltűnt nekem, hogy mennyien látogatják. Először azt kell mondjam, hogy engem zavart, nem szeretem, hogyha egy friss operált beteget sokan látogatnak és zavarják, és még olyan is volt, hogy kitetettem egy táblát, hogy látogatni tilos.
De aztán, ahogy szokott lenni, bebeszöngdöstek a látogatók, ezek rendszerint fiatalok, idősebbek, csupa jó arcú ember. És láttam, hogy az atyának, Zoli atyának ez valamiféle megnyugvást és boldogságot jelent. Úgy érezte, hogy azt csinálja, amire egész életében szövetkezett, a másoknak nyújtott vigaszt és menedéket és tanácsokat, és néha elképesztő számban jöttek, és később le is vetettem ezt a táblát onnan, mert látom, hogy ennek semmi értelme nincs, akkor járok el rosszul vele szemben, hogyha én ezt megtiltom. Én tudtam azt, ott álltak a ajtaja előtt rengetegen fiatalok, hívők, és hát az ismerőseim, már a orvos kollégák és a munkatársaim közül is többen ismerték, tudták, hogy kiről van szó, és hallottam egy-két történetet vele kapcsolatban. Kiderült, hogy mennyire aktív részese ő a földi életnek, hogy milyen sok fiatalt vonzott maga köré, hogy ezek itták a szavait. Fantasztikus vonzereje volt, és ez rám is hatott, mindenkire hatott egyébként, aki körülötte volt. Én azt hittem, hogy ilyen korosztályból én vagyok az egyetlen, akit ismer, és ezért is figyel rám ennyire. Igen. És amikor sorba kellett állni, hogy látogathassuk, és láttam, hogy az én korosztályomból százak, vagy hát nem tudom a számokat, de eszmetlen mennyiségű ember várta azt, hogy bejusson hozzá 2 percre, mert a végén már ugye körülbelül annyi ideig tudott velünk beszélgetni. Hogy valaki a halálhoz vezető úton osztogat. És ő folyamosan osztogatott. Tehát még akkor is ő adott, amikor készült elmenni. És a ti testvérünk is közöttünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelem megteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk hívd Mária, Istennek szent anyja. Imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És ő soha egy pillanatig, még engem, én mentem hozzá. Nem én vidítottam, hanem ő vidított engem. Pedig aztán fordítva kellett volna, hogy legyen. Bocsánat. És még egy gondolat talán, ott a beteg ágyán, amiből beosztottuk magunkat papok az utolsó napjaiba, óráiba, előttem lévő azt mondta egész éjjel, semmi jelzés nem volt, csak imádkoztak mellette. Zoltán atya nem reagált semmire. És hajnaltájt magához tért. És akkor azt kérte, hogy a pápai áldást adjam rá. A betegek szentségénél, annak kiszolgáltatásánál van egy ilyen rész, hogy a haldoklónak feladjuk a betegek szentségét, illetve a hozzátartozó pápai áldást. Erre felhatalmazásunkban. Zoltán atya ezt tudatosan kérte, és ott imádkozott. És azt követően a reggeli dicséretet kezdtem imádkozni, közben Árpi atya is megérkezett, a kórházlelkész, együtt imádkoztuk. És közben Zoltán atya úgy elcsendesedett. Mi is akkor abba hagytuk, megálltunk, csak újra megszólalt, imádkozzátok tovább. Közben fogta mindkét kezével a mi kezünket. És egy olyan kapcsolatot éreztem Zoltán atya és a Jóisten között, ami maradandó élmény a lelkemben. Ezt a ragaszkodást a paptársához, illetve a Jóistenhez az imádság által. És az valóban már az utolsó órái voltak. Ugyanis annak az éjszakán, amely elárultatott, kezébe vettem a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Tegyétek, és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
Az utolsó momentum pedig az, amikor a temetésén mindenképpen a kisfiam is ott akart lenni, a feleségem éppen külföldön volt, el is kellett magammal vinni, mert nem volt kire bízzam, egy kicsit aggódtam, hogy hogy fogja ő megélni azt, hogy a Zoltán atya temetésén vagyunk. Az Ékesegyházban már nem bírta a szertartást, ezért aztán elmentünk a temetőbe, ott még nem volt jószerivel senki, csak az üres sír. És oda mentünk a sírhoz. Belenézett, mondta, ezentúl már itt lesz Zoli atya. Aztán félrevonulva egy padon megbeszéltük, hogy Zoli atyának csak a teste lesz ott, de felülről mindig velünk lesz, és figyel ránk. És onnan elmentünk Kőszegre, végigjártuk a keresztutat, mert ez a kőszegi út az eleje legalábbis, az az induló pont, ahonnan mindig elmentünk a Zarándok útra. Onnan indultunk. És most a kisfiammal is elmentünk oda, fölálltunk a Jézus Szíve templom lépcsőjére, kezünkbe vettük a vándorbotot, és elmentünk egy kilométert vagy másfelet azon az úton. Aztán föl a Kálváriára, és lassan, egy kicsit magunkhoz térve, megpróbáltunk napirendre térni azon, ami a hétköznapokhoz is hozzátartozik, hogy valahonnan jövünk, és valahova megyünk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, aki hívattalanok Jézus, az Isten báránya. Nem vagyok értem, hogy hajnyítom bárjai, hanem csak egy szóval mondom, és meggyőződöm, hogy jön rajta.